Jó estét kívánok! Ma sportpénzekről fogunk beszélni, arról kevesebbet, hogy mennyit keresnek a sportolók, arról többet, hogy mennyire tudják, hogy véges a sportolói pályafutás, és utána többek között abból a befektetésből kell megélni, amit addigi pályafutások során összekerestek. Vendégem erről sokkal többet tud, mint én, Borbély Zoltán ügyvéd. Jó estét kívánok! No, Zoli, hát azon túl, hogy ügyvéd vagy, azon túl ugye voltál te az MLS jogi igazgatója is, és közöd van egy foci segély nevezető alapítványhoz, ahol, ha jól tudom, olyan régi focistákat támogattok, akiknek tulajdonképpen már nincs pénze, van, akinek már zsíros kenyére sincs. Igen. Szociális és egészségügyi jogból rászoruló labdarúgók, élő labdarúgókról beszélünk, tehát családtagok például nem igényelhetik, özvegyek sem. Ez okozott gondot, mert volt olyan özvegy, aki kifejezetten kérte volna, és talán meg is érdemelte volna, csak az alapítvány céljába ez nem fér bele. Tehát élő labdarúgókról beszélünk, és az élő labdarúgók között zömében időskoruk vagy betegségük miatt rászorulók, de volt olyan, amikor fiatalokat támogattunk. Volt, amikor sajnos gyereket is kellett támogatni, mert olyan helyzetbe került. Te sportújságíróként kezdtél, tehát ismered a sportolókat nagyon régóta. Meglepődtél, hogy pályafutások után ilyen helyzetbe kerültek aktív sportolók, akik valahol jól is kerestek? Nagyon. Nagyon meglepődtem, és hát ez egy óriási intőjel. Hát már a gyerekeknél ugye a tücsök és a hangya mesét ismerjük, ugye, hogy van, aki az egész nyáron csak hegedül, és nem gondol a térre. Most én ezt nem akarnám így bántani őket, hiszen van, aki teljesen önhibáján kívül kerül ebbe a helyzetbe. És ez egyébként egy szempont is volt, a kuratórium elnöke korábban Ihász Kálmán volt, most pedig dr. Kacirc Béla, aki szintén ügyvéd kollégám. Óriási élmény nekem egy ilyen fantasztikus kapussal egy kuratóriumban lenni. Garaba Imre 82-szeres magyar válogatott labdarúgó, szintén tagja a kuratóriumnak kezdetektől fogva. Faragó Richárd kiváló sportriporter, a Sport 1, ez a Sport TV kommentátora, illetve jó magam, és most valószínűleg kuratóriumi bővül egy tagja, Csiki Károly, az MLS korábbi versenyigazgatója, és hát ez egy komoly szempont volt, hogyha valaki önhibájából kerül ilyen helyzetbe, azt vajon támogassuk-e. Most mondjuk ki, adott esetben valaki alkohol problémákkal küzd, akkor az alapítvány nyújtson-e támogatást vagy sem. És végülis arra jutottunk, hogy az elsődleges szempont az, amikor valaki önhibáján kívül kerül nehéz helyzetbe, de mivel ez egy olyan segély, amelyben mi nem pálcát akarunk törni a segélyezettek fölött, ezért tettünk kivételeket olyan esetekben is, amikor valakinek van valamilyen önhiba abban, hogy oda került, vagy olyan helyzetbe került, amilyen helyzetben sajnos van. Ahogy én emlékszem, 20-30-40 évvel ezelőtt, ugye a sportolók nem kerestek túl sokat, de a legjobbakat a végén hozzájuttatták egy büféhez, vagy egy kocsmákhoz, ez főleg persze a focisták, akkor is ők voltak a kivételezettek. De nem tudom, hogy te hogy látod, hogy a többiek kaptak-e valamit meg később miből tartották el magukat? Volt ilyen, én sok olyan sportolót is ismerek, a Kölvívót is például, aki kapott ilyet, és volt olyan is, itt pont egy tragédia ébresztett arra rá, hogy józanabb életet kell élnie, és ez egy nagyon szép történet, ugye egyébként, egy közismert emberről van szó, ő nem focista. De itt is volt ilyen, sőt volt olyan is, aki mindenkit meghívott, és aztán azon vette észre magát, hogy tönkrement az üzlet. Ilyen is volt, mert ezek az emberek általában nagyon jó szívűek is. Azt látni, hogy ezek az emberek ilyen helyzetben vannak. Most ugye a legfrissebb példát hadd mondjam, egy korteremben van most, egy rehabilitációs intézetben, Schumann Péter, az Újpest kiváló háromszoros magyar bajnok játékos, és Törőcsik András, aki egy legendás játékos volt. Schumann Péternek sajnos érszűkület miatt mind a két lábát amputálni kellett. Törőcsik András pedig hát több orvosi beavatkozáson túl van, most már hál' Istennek egyre jobb állapotban van, de ez egy borzasztó dolog, nem, hogy két ekkora legenda egy ilyen helyzetbe kell, hogy találkozzon. Na most ott nem volt kérdés egyikük támogatása sem például. Engem megdöbbent, és tényleg talán a mostani játékosoknál már ilyenekről nem fogunk beszélni, hiszen ha megnézzük, mondjuk vegyünk egy jó példát, Király Gábort, láthatóan tudatosan építi a
sportpályafutása utáni karrierjét is. És valahol ez lenne az az irány, amelyet a mostani játékosoknak én javasolnék, meg hát még valami, használják ki azt a 10-15 éves pályafutást, lehet, hogy 20, mert van, akinek 20 jut, de azért általában az a kevesebb. Mindenhova próbáljanak elmenni. Ne legyen nekik teher az, hogy a gyerekekhez mondjuk elmenjenek egy iskolába, vagy bárhova autogramot adni, vagy esetleg egy úgymond hírverő mérkőzésen játszani, mert egyszer csak besötétedik, és egyszer csak az a reflektorfény elmúlik, ami körülveszi őket, és az viszont lelkileg is borzasztó érzés. És van ilyen példa is, akinek nem elsősorban az a baja, hogy mondjuk alkoholista, vagy valamilyen káros szenvedélye van, hanem nem tudja feldolgozni a siker utáni depressziót. És ilyen is van. És ezt látni, ez nekem személy szerint is nagyon-nagyon szívbemarkoló. Viszont azok a kuratórium ülések, amiket mi szoktunk tartani, immár Kacész Béla vezetésével, korábban Ihász Kálmán elnökségével, azok nagyon felemelő dolgok. Tehát amikor mi oda megyünk, akkor tudjuk, hogy valamit teszünk, vagy valamit csinálunk, és ezek a pénzek egyébként nagy része a fegyelmi pénzekből táplálkozik. Tehát azokat a büntetéseket, amelyeket a klubok befizetnek, különböző sportfegyelmi büntetésekből, ez mindenképpen jó célra megy. Jó, ez nagyon szép dolog. Jó, hát ugye régen amatőr sportolókról beszélhettünk, ugye kevés pénzt kaptak, voltak többen sportállásban, de ugye ez gyökeresen megváltozott, és te közben itt át is tértél a mára, tehát ma már profi sportolók vannak, akik elég szép pénzeket keresnek, persze a sportáktól is függ, de ha az utóbbi éveket nézem, akkor már nem csak a labdarúgók keresnek jól, tehát szép juttatásokat kapnak a játékosok is. Na most te, mint ügyvéd, ugye részt veszel, tudom, hogy nagyon sok sportolót képviselsz, tehát nyilvánvalóan részt veszel szerződéskötésekbe is. Mit tapasztalsz? Manapság mennyire tudatosak a sportolók, mennyire tudják, hogy ahogy te mondod, 10-15 évig tart a pályafutás, vagy azok az igazán tudatosak, akiknek már menedzsereik is vannak, és kapnak egy első kézből tanácsot? A menedzser egy érdekes kérdés, mert most éppen egy menedzser szerződést néztem, hogy milyen jutalék, adott esetben milyen jutalékot kötnek ki, ugye, meg hogy adott esetben például van mondjuk kikötnek kötbért, és mondjuk annak mekkora a mértéke, most a túlzott mértékű kötbért azt a bíróság általában mérsékeli, tehát ezek bízunk benne, hogy nem jutnak el bíróságig ezek az esetek. Az első és legfontosabb dolog, ami szeretnék eloszlatni, és ez tényleg nem azért, mert most már nincs hova hazabeszéljek, bár azért nekem azért nyilván második otthon a labdarúgás, nem olyan magasak ezek a fizetések, mint ahogy azt a közvélemény gondolja. Vannak csúcsfizetések, vannak kifejezetten exkluzív szerződések, vannak olyanok is, amelyekre azt gondolnánk, hogy nem éri meg az árát, de alapvetően azok a legendák, amelyek arról szólnak, hogy ezek a fizetések extrém magasak, ezt nem lehet elmondani. Nyilván összehasonlítva más hivatásoknál, mondjuk például az orvossal, nyilván nagy kilengéseket mutat, csak ne felejtsük el, hogy egy orvosi pályafutás az nem 10 év vagy 15 év. Tehát ezeknek a játékosoknak ez alatt kell megkeresniük adott esetben a jövőjüket, és ez azért 10, jó esetben 15, vagy egy megint egy nagyon jó példa, hogy a Király Gabinak a pályafutása, az mondjuk adott esetben lehet 20 év is, de azért ez nem annyira tipikus. Jó, tehát... Ha te keveredtél bele most a pénzekbe, én nem kérdeztem rá, de ha már itt tartunk, akkor most mondjuk egy átlagos focista mennyit keres az NB1-ben, egy Videótonban, vagy egy MTK-ban? Nem, nehéz ezt mondani egy átlagos, mert teljesen eltérő, hogy ki mennyit akkor keres. Ez a 200-250 ezer forinttól a 6 millió forintig is terjedhet. Attól függ, hogy ki, de a 6 millió az már egészen az exkluzív. Már nagy. Azt mondom, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy a 300 ezer forinttól akár az 1 millióig is terjedhet, de inkább a 100 ezeres nagyságrend a tipikus. Noha ezeket én nyilván nem tudhatom, mert erről statisztika nincsen, de én tudok olyan kereseteket, amelyek nem érik el például 200 ezer forintot sem. Tehát nagyon sok ilyen van. És ugye most, amikor azt gondolják, hogy a focisták mennyit keresnek, ezek tényleg tévhit. Van egy-két olyan játékos, aki valóban sokat keres, de ha megnézzük azt, hogy még például az angol bajnokságban egy negyedosztályú angol labdarúgó keres annyit, mint az angol miniszterelnök, akkor rögtön azt mondhatjuk, hogy ezek az arányok, ezek külföldön is ilyenek, de ha
elmegyünk külföldre, és megnézzük azt, hogy mennyire lehet itthon tartani a tehetséges magyar játékosokat, azt kell, hogy mondjam, hogy Ausztriába kimennek mondjuk harmadosztályba, negyedosztályba, adott esetben megkereshetik azt a pénzt ott, amit itt egy első osztályú klubnál. És ezt most nem azért mondom, mert az első osztályú klubjainkat akarom bántani, hanem azért, mert ilyenek az áru és értékviszonyok. Volt egy elnökségi társam, nagyon köztiszteletben álló személy, aki azt mondta, hogy nagyon fontos cél lenne ezeket a minél több jó játékost hazahozni. Csak ugye a játékos mérlegel, hogyha kint nagyságrendekkel, és euróban mérve is többet keres, akkor az a fajta klubhűség, hogy azt mondjam, hogy én mindenképpen így szeretnék játszani mondjuk a Ferencvárosban, vagy az Újpestben, vagy a Honvédban, vagy a Vasasban, ez a fajta klubhűséget azért felülírja az a szemlélet, hogy nekik ez a 15 évük van arra, hogy megkeressék az egész életükre felhalmozott esetleges tartalékokat. Jó, én még a Rio-i olimpia előtt nem voltam ott a jegyzőtáborban, és több válogatott sportolóval beszéltem, akik Rio-ra készültek, és ami jellemző volt mindegyikükre, az a tudatosság, ami kiderült a beszélgetésből, hogy mindegyik minél tovább szeretné kitolni a sportolói pályafutását, mert tudja, hogy most nagyon jól él, nagyon jól keres, jó, arról nem beszéltünk, hogy befektet ebből, félretesz-e, de nyilvánvaló. Amennyire tudatosnak láttam őket, számomra ez nyilvánvaló. Tehát ők nagyon jól tudják ma már, hogy ez egy rövid pályafutás, itt több sérülés is közrejátszhat nyilvánvaló, tehát akár előbb is véget érhet, mint ők tervezik. Tehát szeretnék ezt minél jobban kitolni. Te ezeknél a szerződéseknél mennyire tapasztalod a tudatosságot? Egyre jobban. Tehát azért ezek a játékosok nagyon jól tudják, hogy mik az érdekeik. Főleg akik már profi, tehát kint, mondjuk egy kinti Angliában, Németországban dolgoztak. Az is kétségtelen tény, hogy eléggé építenek a menedzserükre is. Sok esetben a menedzser sok minden mást is megmond, de én azt látom, hogy az érdekeiket nagyon jól képviselik. Tehát jó az érdekérvényesítő képességük, ugyanakkor a klubokkal szemben sokszor egy játékos kiszolgáltatott lehet. Tehát a kluboknak lehetnek olyan eszközei, és olyan szerződéseket is köthetnek. Én számtalan olyan szerződést láttam, amely munkajogi szempontból, tehát mint munkaszerződés, érvénytelen kikötéseket tartalmaz. Tehát mondjuk mondok rögtön egy érdekességet, ami egy jogi érdekesség. A sportolók a munkájukat pihenőnapon végzik. Márpedig a munkatörvénykönyvben nem különböztet sportoló és nem sportoló munkavállaló között. Annyiban igen, hogy ezekre a szerződésekre a sporttörvény rendelkezései különböző eltérésekkel alkalmazandók, sőt a FIFA és az UEFA, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség szerződéses sztenderdjeit is alkalmazni kell. Tehát ez ennyiben egy sokkal speciálisabb szerződés. Jó. A manapság csak a sportolók krémjének van menedzsere, vagy ma már ez általános eltérő, hogy kell egy menedzser? Nem, azért ez nem jellemző. Tehát az biztos, hogyha valaki ügyvéd, az például mentesül az alól, hogy le kelljen tenni ezt a hosszabb procedúrát, tehát például az ügyvédek azok lehetnek játékos ügynökök, vagy játékos menedzserek, de azért az nem jellemző, hogy mondjuk tolonganának, és meg kell, hogy mondjam azt is, hogy van egy-két nagyon jó példa, mondok jó példákat, jó? Tehát ugye nyilván ugye Zsuzsák Balázs menedzserét, ugye Vörös Baranyi Józsefet mindenki ismeri, ugye elég gyakran szóba került, de én mondok egy nagyon jó példát, egy volt válogatott játékos, Fülöp Ferenc, aki foglalkozik játékos menedzseléssel. Egyrészt ő válogatott futballista volt. Ugye fia Fülöp Márton, a tragikusan fiatal elhunyt válogatott kapusunk. Tehát ő a játékos oldalt is látja, hiszen ő játékos volt, látja a közvetítői oldalt is, és látja a klub oldalt is, hiszen ő az MTK-nál komoly klubvezető volt. Tehát most nem akarok senkit így kiemelni, de vannak nagyon jó menedzserek, például Rutka Jánossal is nagyon jó tapasztalataim vannak, de nagyon sok nagyon jó menedzser van, aki látja ezeket a játékosokat, és nem baj, hogyha ezek volt labdarúgók. Egyáltalán nem baj, hogy ezek volt labdarúgók, mert nekik azért a szemük azért másképp figyeli ezeket a játékosokat, mint mondjuk egy szó szerinti menedzser. Igen, azt tudhatjuk, hogy mennyi a menedzser százalék egy szerződésből? Ez szerződésfüggő. De ilyen tólik példát azért mondhatná. Nagyon-nagyon nehéz ezt mondani. Ugye a legfontosabb kérdés, hogy ez csak a munkabér, tehát az a juttatás után lehet ez a százalék, az egyéb
prémium és ilyesmire nem terjedhet ki. Tehát magyarán a 100% alapja az csak a munkaszerződésben levő összeg lehet. Erre nem rakódik rá még ugye a gólpénz, vagy a meccspénz, vagy stb. Hát ez nagyon, mondom, ez tényleg nagyon változó. Jó, 10%, 15%, 20%. Láttam 25%-ot is, amelyet én igen magasnak látok. Hát de az szörnyű magas. Az, igen, de mondom, ez atipikus. Láttam olyat is, igen. Igen. Mert az igen, mondjuk igen, jobban. Igen. Hát mondom, ez attól is függ, hogy tényleg nem mindegy, hogy milyen csapatban. Ugye meg kell említenünk, nagyon fontos, hogy a nevelő egyesületek, ezt ugye képzési kártanításnak hívják, de hát ez egy rossz, ez a szó szerinti fordítás, mert nincs kártanítás, mert nincs kára. Ez inkább azt mondom, hogy a nevelési költségtérítés, ez talán a legjobb szó. A nevelő egyesületet nagyon komoly összegek illetik akkor, hogyha az a játékos, mondjuk például, ahogy Bogdan Ádám elkerült az angol első osztályba, a Vasas igen szép pénzt kapott utána. Ez teljesen átlátható és hivatalos, hiszen ugye az UEFA-nak és a FIFA-nak a egyik jelmondata a financial fair play, tehát a pénzügyi tisztességesség. Igen, mikor én ezeket a menedzser nyilatkozatot olvasom, akkor úgy tűnik, hogy minden menedzsernek hatalmas lelke van, és abszolút csak azt nézi, hogy azt a bizonyos játékost vagy versenyzőt minél jobb helyzetbe hozza, de hát azért nagyon gyakran kiderül, hogy nem így van, mert nem a legjobb egyesületekhez kerülnek. Én egyedül pozitív példaként most a Nagy Ádámot láttam, aki tényleg egy olyan egyesülethez került a Bolognyába, ahol játszik, ahol az edző odáig volt érte, többször jött Budapestre. Tehát ezt láttam, de nagyon sok esetben mert úgy tűnt, hogy tényleg a százalék rajta menedzsel. Igen, ugyanakkor a másik része az, amit ha biztos láttad te is a Nehéz kezdjük című filmet, ugye, ami Papp László profi pályafutásáról szól, és ott ugye Rajz János játsza Adler Zsigmondot, és ugye ott is ugye a menedzsert úgy állítják be, mint egy ilyen vérszívó tőkést, aki kihasználja a sportot. Na ez a másik szélsőség. Tehát én azért a menedzsereket, én magam nem vagyok menedzser, meg sose voltam, szokták mondani, hogy én éhezőknek élelmiszerszállítmányt sem tudnék eladni, de a lényeg az, hogy a menedzser az soha nem, tehát ne úgy képzeld el, hogy ezek ilyen tisztességtelen, haszonleső emberek, nem. Vagy mint amilyen mondjuk a régi idők fociába, ugye a Pipi, Márkus László által játszott mecénás. Tehát itt azért vannak olyan beállítások, ami a menedzsert egy ilyen szükséges rossznak állítja be. Én nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a menedzserekkel kapcsolatban. Nagyon kell egy olyan jogász, egy jó jogász, aki például tudja, hogy melyek az érvénytelen kikötések. Tehát egy munkaszerződésben, tehát itt olyan felmondási okokat szoktak használni, amelyet nem lehet berakni egy munkaszerződésbe. Tehát nem lehet például belerakni munkaszerződésbe olyan kikötéseket, amely például azonnali felmondást helyez kilátásba egy bizonyos tabellán lévő helyezés alatt. Ez nem munkaszerződés. Lehet más megállapodást kötni. Egy edzőnél se lehet ilyet betenni? Nem, így nem. Tehát így, ahogy már pedig a legtöbb edzőt ilyen napon szokták elbocsátani. De ez nem azonnali felmondás jó. Hát most rúgták ki a felcsút vezérkarát azért, mert a felcsút 5. vagy 6. a bajnokságban. Ezt lehet, csak ez nem a munkaszerződés kérdése. Tehát lehet olyan megállapodást kötni, amivel mind a két fél belemegy. Lehet egy ilyen vállalást kötni, csak akkor én már a munkaszerződés szót nem használnám. Mert akkor ez már nem a munkaszerződés, mert ez nem a munkával kapcsolatos kikötés. Ugyanakkor például az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha valaki kijut, remélem minél többször fognak magyar csapatok kijutni világversenyekre, a kint töltött idő az micsoda a munkaszerződés szempontjából? Mi az? Hiszen a munkaszerződéseket általában a klubjaikkal kötik a játékosok. Ugye? Na most, ha kijut egy válogatott csapattal ez a játékos egy világversenyre, mondom, amit kívánok, hogy minél több ilyen problémánk legyen, akkor az ottani X nap, az micsoda? Az mi? Tehát a munkaszerződés szempontjából az micsoda? Jó, de az UEFA például kártérítette az egyesületeket, tehát minden napért fizetett az egyesületeket. Az egy másik kérdés. De hogy a magyar munkaszerződés szempontjából az mi, ez például egy nagyon érdekes kérdés, és a munkatörvénykönyv maximálja, napokban maximálja ezen távolléteknek a számát, és olyat nem ismer a munkatörvénykönyv, hogy labdarúgó világbajnokság, bárcsak kijutnánk. Jó, de melyik az a játékos, aki ilyenkor elmegy egy jogászhoz, amikor nagyon szép pénzt kap azért, most hogy világversenyen. Mondtam egy olyan példát, ami például a labdarúgás munkajoga című kurzuson az ELT-n. De senkit se kényszerítenek, hogy a válogatottba játszon. Tehát. Ez mindig az, csak mondom, ezt szerződésében meg kell oldani, hogy mi van akkor, amikor a klubok érdekei előrébb
dolog. Ugye láttunk már olyat, amikor bizonyos klubok nem engedték el barátságos mérkőzésekre a játékosokat, és ez nem csak magyar probléma. Ehhez joguk van, igen. Ehhez adott esetben a szerződés szerint joguk van, és említettem dr. Horváth Istvánt, az ELTE munkajog tanszékének vezetőjét, aki életre hívotta a labdarúgás munkajoga című kurzust, amelyen rengeteg volt labdarúgó, többek között egyébként Gera Zoltán, Juhász Roland, Vukovics László, vagy éppen Nagy Antal adott elő, nem csak a Nyilasi Tibor, a korábbi, például milyen volt az ausztriai szerződés, most nyilván nem az összegeket, hanem annak a megoldásait, vagy hogy mennyit kellett leadni korábban ugye az OTSH-nak ezekből a szerződésekből, mert ugye még a rendszerváltás előtt vagyunk ezeknél a szerződéseknél. Érdekes, hogy 1979-ben volt az első magyar profi labdarúgó, már hogy a rendszerváltás előtti időszakra. Jól emlékszem, az Bálint volt, ugye? Bálint László volt, így van. Fradiból. Így van, Fradiból, pontosan. És akkor utána folyamatosan ugye Müller Sándor, Martos Győző, és így egyre többen tudtak kimenni külföldre. Ma már teljesen egyértelmű, hogy egy válogatott játékosnak az elsődleges cél az, hogy külföldön megmérettesse magát, és ez nyilvánvalóan sokkal nagyobb érdek neki, mint az, hogy itthon maradjon. Az egy másik kérdés, hogy én annak nagyon örülök, hogy ezek a játékosok hazajönnek. Most nem, direkt nem használom azt a szót, hogy levezetni, mert azért Gera Zoltán nem levezetni jött haza, hanem azért ő vonza is a nézőket. Tehát még egy Gera Zoltánra az ember kimegy, vagy egy Juhász Rolandra kimegy. És itt van egy másik kérdés, hogy kik azok az egyéniségek, akikre kimész. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy például Bódi Zoltán, a Siófok, a Honvéd és az Egyetértés kiváló labdarúgója, ő neki az álláspontja, és határozottan képviseli, hogy ő úgy oldaná meg a néző kérdést, hogy igenis, egy-egy nagy játékost, ő akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor még Luis Figo játszott, ő például ilyen Figo szintű játékos mondta, hogy ide kéne hozni, nyilvánvalóan szponzorokkal, és nyilvánvalóan, ha mondjuk pályára lépne egy Luis Figo szintű játékos valamelyik csapatunkba, az olyan nézőszám emelkedést hozna, ami esetleg behozná később az árát, de ez egy sokkal bonyolultabb kérdés ennél, mint hogy ezt nem én hiszem, megoldjam. Nem hiszem, hogy ez életszerű, bár hát most a Honvéd Balanzafáme miatt szerintem sokan kimennek a meccsre, de ő se fogja a Honvédot megmenteni, tehát egy játékos nem csinál. Igen, hát a Honvéd szurkolók Lanzafámét nagyon szeretik, mert jó játékos, ugyanakkor nyilvánvaló az, hogy én nem rá gondoltam. Tehát egy olyan játékosra gondoltam, aki mondjuk már a pályafutása delelőjén van, de például, most nézzük meg a magyar jégkorongot. A magyar jégkorongban számos olyan volt NHL játékos is kipróbálta magát, aki itt nagyon komoly vonzerőt jelent, vagy nagyon komoly eset mondjuk magát a mentalitást. Jó, lehet, hogy ettől jobb volt a Fehérvár, de szerintem egyébként is lenne 5000 néző. Mert, tehát nem hiszem, hogy a jéghokit szereti annyi néző. Amikor Bétári Lajos a Fradiba igazolt, emlékszem, hogy egy augusztus 20-a volt, akkor még nem volt ez a szabály, hogy nemzeti ünnepeken nem lehet bajnoki mérkőzést tartani. Én emlékszem, hogy rohantunk haza a barátommal, hogy láthassuk őt a Fradiban játszani. Akkor Détári világsztár volt. Így van, de hát volt ilyen. De hát most volt nincs, most ilyenünk. Éppen nincs. Régóta nincs. Igen, de mondjuk azért király, szerintem a haladás meccseknek a nézőszámot nagyon is emeli az, hogy egy olyan kapusvéd a haladásban, aki ugye a Premier League-ben, a Bundesliga-ban játszott, és aki az EB kapcsán egy brand lett. Hogy ha egy bevételből kéne megélni, akkor holnap bezárnák a magyar bajnokságot? A mostani egybevételből nem lehet megélni. Az úgynevezett merchandising bevételek is gyakorlatilag elhanyagolhatók voltak egészen az Európa-bajnokságig. Ugyanis az Európa-bajnokság egy olyan területet nyitott meg, hogy például kabala figurák a játékosokról, ugye az én gyerekeim is vettek igen, ki a kabala figurákat. Ilyen rég volt, hogy Fiola Attiláról van egy kis kabala figura, meg megnézik, hogy ki kire hasonlít, és az osztályban nálunk óriási sláger. Mikor volt ilyen utoljára? Most ez például egy világversenyre a hozadéka. Gyerekkoromban volt a gombfoci csapatok, amit azért vettünk. 86-ban, amikor kijutottunk a világbajnokságra, akkor asztalterítőtől kezdve fali naptáron át ezek a játékosok olyan szinten voltak ismertek, a Nagy Antiféle csapat, ugye a Mezei György, Egervári Sándor volt az edző, Disztl Péteréket
gyakorlatilag poháralátét, terítő, abrosz, kártyanaptár, és ez nem azért volt, mert ez még a rendszerváltás előtt volt, ugye 80, hanem azért, mert a focinak ekkora ereje van. Láthattuk most az Európa-bajnokság idején, hogy létezik Magyarországon a sport és a foci. Ha a magyar vízilabda válogatott mondjuk megnyerte volna az olimpiát, amit én személy szerint nagyon szerettem volna, biztos, hogy nem mennek a körútra az emberek. Én ezt nem azért mondom, hogy ez jó, ez egy tény. Jó, és hát a maiak látjuk. Mondjuk nem is olyan nagy sztárok, mint a Kásásék voltak, tehát nehéz is. Nehéz, de azért, ha megnyerték volna most az olimpiát, mondjuk, az egy óriási sportteljesítmény, mint hogy Hosszú Katinkának is óriási sportteljesítmény, Duka, de én azt nem láttam, hogy mondjuk a körúton az emberek mondjuk ekkora tömegben összegyűltek volna. Teljesen spontán, azért, mert mondjuk egy ilyen fantasztikus teljesítmény nyújtott mondjuk Hosszú Katinka és Kozák Danuta. Ez nyilván messzebbre vezet ez a probléma, és én nem azt mondtam, hogy én ezt feltétlen helyeslem, azt mondtam, hogy a foci az teljesen más, mint az összes többi sportág. A foci, amikor a TFN volt egy sportjogi kurzus, akkor nagyon sok vezetőt meghívtam, a különböző sportág vezető elnök, főtitkár, és azt vettük észre, és nagyon jó érzés volt, hogy az a struktúra, ami a Magyar Labdarúgó Szövetség jogi struktúrája, az visszaköszön a többi sportágban is. Ez pedig nekem egy személy szerint is, nekünk, Izsó Ignác barátommal, aki az MLSZ jogásza, hihetetlen jó érzés volt, hogy ez a felépítés, ez a úgymond vállalati felépítés, amit Csányi Sándor talált ki, ez adott esetben a belső felépítésbe is követőkre talált a különböző szövetségeknél. Kétségtelen, ha az ember egy kicsit belegondol, akkor a magyar foci azért kezdett el az utóbbi években működni, mert az egész valahogy úgy működik, mint egy jó cég, mint mondjuk az OTP, ami évek óta nyereséges, föl van építve, ki vannak találva, a teljesítménynek ára van, van elszámolás, tehát ahol nem működik, ez pontosan ott elküldik az edzőt, ha nem jó az edzőképzés, akkor változtatnak rajta, ha nem jó az utánpótlás képzés, változtatnak igen, rajta. Mint egy cégnél, és ez ilyen szempontból olyan, mint az e-sport. Tehát vagy győzöl, vagy... Igen. Futottak. És a végén el kell számolni. Így van. Jó, na most, hogy visszatérjünk oda, ahol kezdtük, ugye találkoztál olyan sportolóval, aki, amikor a szerződését készítetted elő, illetve intézted, akkor megkérdezte tőled, hogy nem tudsz-e valakit, aki a befektetésekhez ért, hogy tudja valahova befektetni a pénzét. Ilyen nem volt, de lehet, hogy azért már nem olyan régen dolgozom ügyvédként, meg alapvetően én biztos vagyok abban, hogy ilyen kérdés elhangzik egyébként, de ami a legfontosabb, és ez viszont nagyon fontos, a biztosítás. Mert ezeknek a játékosoknak most már annyiféle biztosítást lehet kötni. Egyrészt köthet a klub is, és köthet saját maga. Én javaslom minden játékosnak, sportszakembernek, hogy kössön saját magára biztosítást, mert ez most a jövőnek a nagy kihívása lesz, hiszen ez egy nagyon-nagyon veszélyes sportág. Tehát most éppen nézegettem a régi labdarúgó mérkőzéseket. Tehát például, hogy 1966-ban mit csináltak Pelével. Hogy 1982 tőben, mit csináltak Maradónával. Vagy Van Basten, ugye a súlyos sérülés miatt abba kellett hagynia a labdarúgást. Mindenképpen azt gondolom, hogy ezeknek a mostani játékosoknak, mivel hogy ez egy veszélyes üzemmé vált, nyilván nem a szó jogi értelmében, mert úgy nem az, de mindenképpen javaslom azt, hogy egyéni biztosítást is kössenek, ne csak a klub. Köszönöm szépen, ennyi volt az időnk. Én is köszönöm. Viszontlátásra.